A Skipper magazin együttműködő partnere a Hanze Magyarország. A 2020-as év a hajókereskedők szemével azt gondolom egy nagyon érdekes és kihívásokkal teli év volt. Láthattuk, hogy az év elején, amikor a nemzetközi düsseldorfi hajókiállítás még meg volt tartva, akkor gyakorlatilag a járványhelyzet nem érződött Európában. Utána nagyon nagy hirtelenséggel már a Budapest búcsú előtt volt egy olyan hangulat, amivel szembe kellett néznünk, és amire meg kellett találnunk a megfelelő válaszokat az év elején. Akik az idei szezonra, tehát június-júliusra vízen szerettek volna már új hajóval rendelkezni, azok nem riadtak meg a rendelésektől, nem riadtak meg a vásárlásoktól. Tehát voltak olyan évelei vásárlások, amikre nem hatott a járványhelyzet. Voltak ugyanakkor olyan megoldandó feladatok is különböző ügyfeleknél, akik például az ő bevételi forrásuk bizonytalansága miatt kértek például halasztást. Ami még az idei évben kihívást jelentett a kereskedőknek, az az, hogy az online térben is meg kellett tanulni az ügyfeleket kiszolgálni, olyan online megoldásokat kellett nyújtani, ami akár eddig nem is volt bevált itt a hajós szakmán belül, hajós piacon nem találkozhatunk ilyen megoldásokkal. A hajózás egy olyan hobbivá, egy olyan tevékenységé vált most már a legtöbb magyar vásárlók körében, ami garantálja az úgynevezett izolációt. Azt láthattuk, hogy az idei nyáron a hajózás az a Balatonon egy népszerű olyan kikapcsolódási forma volt, amit sokan például a hotelekkel, a zsúfolt strandokkal szemben választottak. Érdemes itt megemlíteni azt, hogy a balatoni charter tevékenység is erősödőben van, az emberek hajóbérlési kedve az egyre nagyobb. A hajókereskedők is láthatják a charter piac erősödését a Balatonon, ez egy nagyon fontos szegmense az új hajóértékesítésnek, hiszen a hajókereskedőknek fontos azoknak a flottáknak az ellátása, függetlenül itt attól, hogy francia vagy német hajógyárról beszélünk, amelyek kiszolgálják a magyar ügyfelek igényeit, és a hajóbérlésnek ezt a széles termékpalettáját 30-tól akár 50 lábas modellekig lefedik. Ami kiemelhető itt a 2020-es év tanulságaként az az, hogy az európai hajógyáraknál a kereslet az megnövekedett, akár 10-20%-os növekedésről is beszélhetünk. Ami látszik, hogy a nemzetközi és a hazai piacok között kialakult egy ellentét, ami abból adódik, hogy az emberek, az európai polgárok azt a tőkét, amit mondjuk utazással egyéb országban költöttek el, azt most a hazai piacon a tartós fogyasztási cikkek felé fordították. Itt nem csak a hajókról, de akár lakóbuszokról, lakóautókról is lehet szó. A német piacon olyan mennyiségű például az új hajók rendelése, hogy a hajógyárak ezt az egész rendelési folyamatot támogatják és előreveszik azért, hogy azok a bent maradt összegek, amiket az adott államnak a területén nem költöttek el szabadidős tevékenységre, azt ki tudják szolgálni a 2021-es évben. Amit mondhatunk, magyar tanulságként leszűrve, a hajókereskedőkre nézve egy fontos, azt gondolom, információ és tanulság, hogy meg kell tanulni tervezni, meg kell tanulni időben értékesíteni a következő szezonra. Ez egy új helyzet. Itt, hiszen mi nem rendelkezünk nagy hajógyárakkal, viszont nagy hajógyáraktól vásárolunk, mi magyarok is. Itt fontos kiemelni azt, hogy időben rendeljünk. Erre több hajógyár óriási akciókkal inspirálja a vásárlói kedvet, ami természetesen egész Európában elérhető. Aki Magyarországon szeretne új hajót, annak terveznie kell azzal, hogy a nagyobb országok nagyobb kereslete a gyártási szlotoknak a foglaltságát fogja eredményezni, ezért tervezni kell. Én azt javaslom mindenkinek, hogy egy új hajó megvásárlására szálljon legalább egy 2-3 hónapot. Tehát döntse el egy nyár közepi akciós időszakban, hogy vásárolni fog, ott egy hónapon belül a pénzügyi konstrukciókat találja ki a vásárláshoz, és rendeljen, ősszel rendeljen. Egészen novemberig, decemberig vannak akciók, a legtöbb hajógyárak ezt támogatják nagy csomagkedvezményekkel. Érdemes rendelni, mert akkor a szezon nem megy el. A jövő évi szezon, a 2021-es szezon az európai
túlrendelés miatt a magyar piacon is érezhető. Aki nem rendelt időben, aki nem gondolkodott időben, az tapasztalni fogja azt, hogy a sorban nem biztos, hogy a megfelelő helyre tud beállni. Ezért javasoljuk azt, hogy még most akár itt december környékén a hajókereskedőkkel vegyék fel a kapcsolatot. A Skipper magazin együttműködő partnere a Hanze Magyarország.